Az Aquitál FC kezdő 11-ében két új igazolás kapott helyet a Vasas ellen, Vaskó Tamás és Kártik Bálint is első csákvári meccsére készülődhetett. A vendégek a Radó Fecesin támadó kettőssel igyekeztek eredményesek lenni, a találkozó első lehetősége azonban Pekár László előtt adódott, a Vasas játékosa egy remek indítás után a második percben a kapufát találta el. Egy perccel később a másik oldalon Daru Bence fejelt fölé, majd az Aquitál új igazolását Kártik Bálintot sérülés miatt le kellett cserélni a 12. percben. Míg a csákvári támadót ápolták, a csere előtt ember hátrányban gólt kapott a hazai csapat. Egy gyors fővárosi akció végén Sie Erik centerezését a jó ütemben érkező Radó András lőtte a hazai kapuba. Még szinte fel sem ucsúthatott az Aquitál, már is megduplázta előnyét a Vasas. A 17. percben Sie befejező emberré lépett elő, miután egy remek kiugratás után elpöccintette a labdát a kifutó Markek kapus mellett 0-2. Az Aquitál FC Csákvára gyorsan jött hátrányban sem adta fel, a 27. percben közel is jártak a hazaiak a gólhoz, Madarász Márk szabadrúgása után a Kártikot váltó Mim Gergely lőhetett, Jova azonban bravúrral mentett, majd Major Gergő ismétlését a becsúszó Fecesin blokkolta. 6 perccel később már összejött a szépítés, Madarász újabb szabadrúgásánál Pátkai Máté lerántotta Daru Bencét, a befújt büntetőt pedig a sértett gólra is váltotta. Az első félidő utolsó helyzete is az Aquitál előtt adódott, egy felívelt szabadrúgás után nem tudtak felszabadítani a védők, a labdát Major lekészítette Mimnek, a középpályás ballábas lövése centikkel került el a rövid sarkot. A második félidőt a Vasas kezdte egy felső lécen csattanó fejessel, a 49. percben egy szabadrúgás után Fecesin csúsztatása pattant ki a felső lécről. 5 perccel később aztán egyenlítést ünnepelhetett a hazai csapat, szabadrúgáshoz jutott az Aquitál a Vasas kapujától 25 méterre, melyet Madarász Márk mesterien csavart az angyalföldiek hálójába, 2-2-re alakítva az eredményt. Az 59. percben Markek Tamásnak akadt dolga, egy jobboldali beadás után Pátkai Máté fejesét védte bravúrral. 2 perccel később a hazaiak kerültek zicserbe, Major indításával Mim léphetett ki, becsapta védőjét, lövését azonban Jova védte. A hajrában is akadtak helyzetek mindkét oldalon, ezek közül végül a Vasas lőtt be egyet. A 86. percben Fecesin passzával Szivacski ment el a jobb oldalon, centerezése Pátkai elé került, a Vasas középpályása pedig a hazai kapuba lőtte a mindent eldöntő gólt. A változatos, izgalmas mérkőzést végül a Vasas nyerte 3-2 arányban.